Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök az ÉrTV 128. adását láthatják. December 16 és 23-a között idén 5. alkalommal várja a kedves érdeklődőket a Székelyhídi karácsonyi vásár. Tekintsék meg részletes programajánlónkat! Ünnepi díszbe öltözött Székelyhíd városa, hisz közeleg az év legszentebb ünnepe, a karácsony. A Proszékelyhíd Egyesület, a Székelyhídi RMDS és annak nőszervezete, valamint a város önkormányzatának közös szervezésében december 16 és 23-a között 5. alkalommal rendezik meg a hagyományos karácsonyi vásárt. A múzeum téren felállított nagy színpadon délutánonként iskolások és óvodások ünnepi előadásai, a nagylétai betlehemesek műsora, a helyi kultúrcsoportok, a Tini Dance Center Tánc Stúdió, Control Dance Group és Enemy Dance táncosainak produkciói, a helyi kórusok bemutatkozása, a debreceni Pergő hagyományőrző műhely előadása, a Janka Falvi Ének és Furuja csoport ünnepi összeállítása várja a vásárba kilátogatókat. Ünnepélyes keretek között köszöntik az 50 éve Székelyhídon házasodottakat, s ekkor díjazzák az ez évben kiemelkedő eredményt elért székelyhídi sportolókat is, de lesz körzeti nőszervezetek találkozója, Steel Timber Sports favágó, Phoenix íjász és törekvés labdajáték bemutató is. Angyal Olivia Karácsonyi titkok című képzőművészeti kiállítása és az ez évben meghirdetett városi fotópályázat díjkiosztása is színesíti a rendezvényt. December 19-én Székelyhíd központjában első alkalommal szervezik meg az érmelléki és Bihar megyei gazdanapi kiállítás és termékvásárt. Milyen céllal hozták létre az első érmelléki és Bihar megyei gazdanapi kiállítást és termékvásárt, és milyen programokkal várják az ideérkezőket? Három fő célja van annak, amiért úgy döntöttünk, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük, és nyilván van mellette egy nagyon fontos jótékonysági cél is. A három cél, ami a gazdákat érinti, az első sorban az, hogy információkat adjunk át arról, hogy az új Európai Uniós ciklusban, 2014-20-as ciklusban mely támogatási rendszerek lesznek azok, amelyek aktívak, amely akár eszközparkfejlesztésre egyrészt, másrészt pedig területalapú támogatásokra vonatkozóan, illetve állattenyésztésekkel kapcsolatos támogatásokra vonatkozóan rendelkezésre fognak állni, vagy melyek azok, amelyek megszűntek, és mások léptek a helyükbe. Hát egyfajta információ átadás, és itt lesznek a szakembereink, akik erről fognak tudni beszélni, Táncos Barna, aki ebben a területben államtitkárként is dolgozott, illetve azok az APA-tól, a kifizetési ügynökségtől, ugye, illetve más intézményektől, akik ezen területen a mindennapjaikat élik. Második nagyon fontos célunk az az, hogy ennek a térségnek annak idején már megálmodtuk azt, hogy szeretnénk egy egységes brandet kialakítani. Az én egyik választási kampány beszélgetéseimben is ez jött ki, és most jutottunk el oda, hogy kezd körvonalozódni az a társaság. Történt egy váltás a Románi Magyar Gazda Egyesületnél is. Elindultak olyan jellegű elképzelések, a GAL Bihor, ez a vidékfejlesztési csoportosulás, amit ugyancsak az érmelék önkormányzatok hoztak létre, vezetősége kapcsán is, hogy ez most megérett ez az ötlet, és ezt szeretnénk indítani, ezért Varga Gábor a Szabadalmi Hivatal, Védjegyhivatal volt elnöke, illetve más kollégák, akik ezen a területen mozognak, ők lesznek jelen. Harmadrészt a gazdáknak szeretnénk arról is egyfajta lehetőséget biztosítani, és arról is beszélgetni, hogy milyen módon tudjuk eljutatni az érmeléki termékeket a vásárlókhoz, hisz
az egy dolog, hogy megtermeljük őket, hisz lesz most már információnk arról, hogy tudunk jó eszközparkhoz, támogatáshoz jutni. Az is jó, hogy felcímkézzük, hogy ezt mit csináltuk, de a legfontosabb az, hogy ezt meg is vegyék, és arról is kellene beszélni, hogy milyen formában tudnánk egy olyan szövetkezeti rendszert vagy mást összehozni ebben a térségben, amely az itteni térségnek a piacra dobását, az itteni megtermelt dolgoknak a piacra dobását is el tudja végezni, és erre több elképzelés van, és erről is lesz egy tájékoztató és egyfajta bemutató. A mellékesen, amit én úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból fősodrásnak kellene inkább tekinteni, az a jótékonyságú cél is, hisz a szeretett havában vagyunk, karácsonyhoz közeledünk, Szent Miklós napon túl vagyunk, akkor, amikor én azt gondolom, hogy lehetőség nyílik mindenkinek azzal, amilyen van hozzájárulni, hogy azok, akiknek örömet tudunk okozni, azoknak örömet is okozzunk. Felajánlásokat várunk egyrészt a gazdáktól búza esetében, tehát búzát várunk, hogy ők felajánlanak, és ezáltal azt szeretnénk, ha tudnánk gyerekotthonoknak, öregotthonoknak legalább a kenyérmennyiség egy részét ezekből a búzákból megsüttetni. Másrészt pedig az ízvilágot is megkóstoltatnánk és megkóstolnánk. Az az elképzelés, hogy minden egyes Bihar megyei, vagy nagyon sok helyről Bihar megyei magyarok élnek, onnan megkérnénk a házi asszonyokat, hogy az éléskamrájukból két befőttes üveg kompótot vagy lekvárt azt vegyenek le, és küldjenek el. Az ötödik karácsonyi vásár esti forgatagainak közönségét koncertek szórakoztatják. A hét folyamán fellép a Buli Szerviz, Tivadar József, a Coolio Band, s 23-án este a népszerű Kerozin együttes. Lesz indián zene, családi baba-mama melegedő, s minden bizonnyal a gyermekek nagy örömére a jó öreg Mikulás is ellátogat a rendezvényre. A faházikókból vállalkozók kínálják portékáikat, ajándék és kézműves tárgyak gazdag választéka várja a vásári közönséget. Lesz kürtős kalács, forralt bor és meleg tea, fahéj és narancsillat, szívet, lelket belengető karácsonyi hangulat. Hangolódjunk együtt legszentebb ünnepünkre, december 16 és 23-a között a székelyhídi karácsonyi vásárban. A Kaufland szeptemberben meghirdetett pályázatán a Székelyhídi Elméleti Líceum a legjobb 100 között végzett. Szabó Csilla igazgatónőt kérdeztük a részletekről. Fizikatanárosan szólva, hatás ellen hatás, súrlódásmentesen, avagy hogyan talál egymásra egy multinacionális bevásárlóközpont és a Székelyhídi iskola. Ennek jártunk utána a Petőfi Sándor Elméleti Líceum fizikatanár igazgatónőjénél. A Kaufland és a Román Palindy Minisztérium összefogott egy úgynevezett Kaufland Olimpiáz verseny elindításába, ami lehetőséget ad az iskoláknak, hogy különböző tevékenységeket lefolytatva befektethető pénzt kapjanak, nyerjenek, ami elég nagy összegekről van szó. Tehát a fődíj 40 ezer euró, második díj 30 ezer euró, és van 101 darab harmadik díj, ami 20 ezer euró per csapat. Na most ez abban nyilvánul meg, hogy a tevékenységek környezetvédelem, egészséges életmód, hagyományok, különböző szakmák megismerése, kultúra, tehát egész nagy skálán mozog ez az egész verseny. Még nyílnak a bőrben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli virágot, már hódnak a rá el a vércitető. Szeptemberben indult ez az egész versenysorozat, és márciusban lesz vége. Most zárult le november 30-án az első fele, ahol a leg
szorgalmasabb csapatok nyertek, az első 100 csapat mindegyik fejenként 2000 eurót kap különböző tevékenységek további folytatására. Petőfi Sándor a Tisza. Nyári napnak alkonyolatánál, megállnék a kanyargó Tiszánál, ott, hol a kis tó siet beléje, mint gyermek anya kebelére. Ó, természet, ó, dicső természet, mely nyelv tudna versenyezni véled? Mi nagy vagy te, és mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Szerintem nagyon összefogtak, úgy egy-négy osztály, mint a felső tagozatos iskola résztvevői. Egyelőre még folytatjuk ezt az egész tevékenység sorozatot, ugyanis a cél, hogy megnyerjük legalább egy harmadik díjat, de mint mindenki perfekcionistaként az első díjra hajtunk. Most aztán meglátjuk, milyen össze, de remélem, hogy legalábbis ezt a szintet, amit eddig elértünk, tartani tudjuk. Szerintem mindegyik tevékenység maximálisan volt megszervezve, nagyon ügyesek voltak a tanárok, a gyerekek, nagyon lelkesen vettek részt ebbe. Ott van például a Halloween, ami újra hasznosítható anyagokból egy divat bemutatót kellett tartsanak, kicsit Halloween-osan, kicsit viccesen. Akkor ott van a másik tevékenység, ami volt, a madáretetőket készítettek, műanyag flakonok volt, tehát rengeteg tevékenység van, úgyhogy olyan egyet-kettőt nem tudok kiemelni. Egyik jobb volt, mint a másik. Az egész országot átszövő 1045 iskolát érintő versengésben a Petőfi 59. lett. A Székelyhídi iskola 89 kisebb-nagyobb programot szervezett közel 3 hónap alatt. Van egy jó programötleted? Van legalább 31 résztvevőd? Akkor hajrá! Nem a győzelem a fontos, hanem hogy minél több tevékenység zajlódjék az iskolában, amelyek között ki kedvére válogathat. Nyíradonyban immár 25. alkalommal rendeztek meg regionális népzenei találkozót. A rendezvényre 3 országból is érkeztek résztvevők, többek közt a Székelyhídi Búzavirág népdalkör és a Férfi kórus is. December 5-én 25. alkalommal szállt fel a Páva Nyíradonyban. A regionális népzenei találkozó alkalmával közel 40 pávakör, citera együttes, kórus és népdalkör mutatkozott be a Haragi Imre rendezvénycsarnok karácsonyi díszbe öltözött színpadán. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az eltelt negyed század során szinte egy mozgalommá nőtte ki magát ez a rendezvény, hisz nem csak a régió népzenei együtteseit vonza évről évre, hanem az anyaországtól történelem során elszakított területek művészeti, népzenei csoportjait is. Kezdetektől megfogalmazott célok, azok valamikor 1971-ben fogalmazódtak meg, vagy mondattak ki Nyíradonyban, amikor az akkor szerveződő nyíradonyi férfi kórus, majd később a csatlakozó asszonyok elhatározták, hogy a repülypáva vagy röpülypáva mozgalomhoz csatlakoznak. Ezt követően a rendszerváltás, az újkori rendszerváltás idején, éppen idén 25 éve kezdődött Nyíradonyban a népzenei találkozó, és azóta minden évben december első hétvégéjén, Mikulás nap környékén száll föl a Páva Nyíradonyban, ide vonzza a környékbeli és hát a határon túli népzenei csoportokat. Úgy látjuk, hogy évről évre gazdagabb a tárháza ennek a rendezvénynek. Most is nagyon sok kísérő programmal találkoztunk. Melyek ezek? Hát igen, a nyíradonyiak énekelni tudnak, de sok mindent másoktól kell megtanulniuk. Ilyen a például a népi kézművesség, úgyhogy a mai napon 6-7 kézműves kirakodóvásárt rendezett itt. Igen szép és igényes sportékákat hoztak. Ezek mellett pedig este a népzenei találkozó után a néptáncos korosztálynak tartunk egy szép gálaműsort, azt követően pedig hajnalig tartó mulatságot.
Nagyon gazdag az idei népzenei találkozó kínálata. A fellépő népdalkörök, kórusok és citera együttesek mellett sok mással is találkozhatunk. Mi ez, amit láthatnak az ide látogatók? A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület kiállítását láthatják, Virágok az Alföldön címmel. Amint itt megtekinthetjük, a hímzéseken különböző virágmotívumokat jelenítenek meg. A rendezvényt népi iparművészek kirakodóvásárai színesítette, fafaragók, hímzők, gyöngyfűzők, keramikusok kínálták portékáikat. Lent az előcsarnokban szorgos kezek dolgoztak, ők kik voltak és mit készíthettek az arra vállalkozók? Igen, tehát a helyi gyerekeket hívtuk meg, ők is rendszeresen ellátogatnak. Ilyenkor az eseményeknek párhuzamosan kézműves foglalkozást szervezünk. Főként a fellépő kis csoportjaink, a néptáncosaink és mazsoretes gyerekek, meg természetesen az egész lakosság felé kiterjesztettük ezt a programot. Mézes kalácsot díszítettek, kosarat fontak és gyöngyöt fűztek. És a rendezvényt meglepetéseként Mikulás is, a Nyíradonyi város Mikulása is megérkezett hozzájuk, akit nagyon nagy szeretettel fogadtak. Mint ahogy az elmúlt esztendők mindegyikében, a nyíradonyi találkozón bemutatkozott a székelyidi férfi kórus és búzavirág népdalkör, kiket Béres Csaba polgármester is elkísért e rangos rendezvényre. Ezt teszi nemzetközivé ezt a rendezvényt, hogy más országból is részt vesznek. Ugye az érmellékéről Szentjobb, Keserű, Szalacs szokott erre a rendezvényre eljönni, most is itt vannak, ha jól tudom. De azért jövök vissza, mert van egy nagyon jó hangulat. Az igazság, hogy ez a rendezvény azon túl, hogy egy ilyen nagyszerű kórus találkozó, ilyen népművészek tárháza is, ahol lehet ilyen szép magyar szó, handmade termékeket vásárolni, ami visszatérés a gyökerünkhöz, és ez nagyon fontos, hogy azokat az embereket, ha lehet, úgy támogassuk, hogy megveszünk egy-két ilyen terméket, mint ez a két kicsi baba, vagy megveszünk olyan hűtőmágneseket, amit kézzel készítettek, vagy olyan szőtteseket, várottakat, amit bármire fel lehet használni, vagy használati tárgy, vagy dísztárgyként. A nyíradonyi népzenei találkozó egy határokon átívelő nemzetegyesítés, hisz a színpadon Hajdú-Bihar megyei, érmelléki és vajdasági kultúrcsoportok követték egymást, bemutatva az idei alkalomra összeállított előadásaikat, népdalcsokraikat. A népdalban benne van minden, ami egy nemzet megmaradásához szükséges. A közösségépítés, a nemzeti kultúra, az öröm, a fájdalom, a szerelem, az emlékezés, a küzdelem és a jövőbe vetett hit, mely hitet erősíti az a tény is, hogy a találkozón bemutatkozott népzenei csoportok tagjai között gyakran fiatalokat is felfedezhettünk. Azokat a kincshordozókat, melyek a magyar nemzeti, népi kultúra megmaradásának folyamatosságát biztosítják. Rendkívüli tanácsülést tartottak Székelyhíd képviselői a Városi Múzeumban. Béres Attila, RMDSS tanácsos köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Bokor Andreának, a polgármesteri hivatal főkönyvelőjének. Ő mutatta be az első napirendi pontot, a költségvetés ratifikálását. Mivel a pénzösszegek célirányosak, ezért nem volt mind vitatkozni a képviselőknek. Nagy többségben elfogadták a beszámolót, aminek értelmében 279.700 lej kerül a nagykágyai, a székelyhídi és a szentmiklósi iskolák fizetés kiegészítésére. A megyei tanácstól 100.000 lej érkezett a piac felújítására, és majd minden parókia is anyagi támogatásban részesül, így 10.000 lejt kap az ortodox egyház, 20.000-et a katolikus. A Köbölkúti parókia szintén 20.000-et kap, a Csokai 10.000-rel lesz gazdagabb, míg a Székehídi Református parókia 5.000 lejjel gazdálkodhat. 65.000 lej jut a díszkivilágításra és a közvilágítás karbantartására, míg 10.000 lej maradt útjavításokra. A második napirendi pontot szintén a főkönyvelőnő ismertette. Nagy sikernek nevezi, hogy sikerült a nagykágyai iskola finanszírozási szerződését meghosszabbítani 2016. június 30-áig.
Ez már csak azért is pozitívum, mert így azokat a munkálatokat, amelyeket a téli időjárás nem igazán enged elvégezni, nem erőltetik, és így nem is felületeskedik el. Végül Duce Krisztina, peszedés képviselő hívta fel a tanács figyelmét arra, hogy mihamarabb kezdjenek el foglalkozni urbanisztikai kérdésekkel, hiszen előre láthatólag városunk 6 új gyalogátkelő helyel fog gazdagodni. Ezeknek természetesen anyagi költsége is lesz, hisz van, amelyikhez lépcsőt vagy járdát kell majd építeni, és a régieknek is mihamarabb meg kell oldani a kivilágítását. A.S. Kinderland németországi segélyszervezet több éve működik Nagykárolyi székhelyén. Ahogy több éve már, idén is ajándékcsomagokkal leptek meg, ez évben több mint 90 csokai kisiskolást és óvodást. És van egy egyesületünk, amit alapítottunk Nagykárolyba, a Kinderland Karei a neve. 2002 óta jövünk rendszeresen Romániába, és csokaira 2010 körül jöttünk először. Az elmúlt szombaton második alkalommal rendezték meg a Bihardiószegi Tehetségek Gála estjét a település kultúrotthonában. Mados Attila polgármester köszöntő beszédét követően a színpadon modern és népi táncosok, szavalók, énekesek és egy zenekar is bemutatkozott. Elsőként a Tini Dance Center Tánc Studio csoportjai szórakoztatták a szép számú közönséget. A Gumimacik, a Master és a Turbo Dance csapatai a tőlük megszokott dinamikus koreográfiákat mutatták be. Őket követte a Szömörce Néptánc csoport, kiknek előadásában moldvai táncokat láthatott a nagy érdemű. Előadott koreográfiájuk még a Mikulásnak is megtetszett, hisz a tánc végén megjelent a színpadon, s ajándékkal teli zsákjából jutalmazta a Szömörce tagjait. Szakál Anna és Szakál Zita szavalataikkal járultak a közönség elé, majd az énekesek vették át a színpadot. Kun Zsolt humorista műsorvezetésében Szabados Boglárka, Balog Vanda, Nagy Róbert és Sándor Ferenc váltották egymást a világot jelentő deszkákon, majd rövid technikai szünet után a nemrégiben alakult Haverok zenekar tartott bő félórás koncertet, több ismert retróslágerrel szórakoztatva a publikumot. A lelkes közönség minden fellépőt vastapssal jutalmazott, elismerés illeti a bemutatkozókat, hisz lehet, hogy tehetség mindenkiben rejlik, ám azt megmutatni és hazai közönség előtt bemutatni igen nagy bátorság. A második diószegi tehetségek gálaestje Batyus Bállal végződött, ahol a Desszert zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő hét pénteken is. Viszontlátásra!